No, hát szép jó estét kívánok mindenkinek. Szevasztok, srácok. Így estére véghajrába lejátszok még Ákossal a kooperatív módunkat. Igazából azért van most ennyire erőltetve ez a kooperatív. Egy az, hogy itt is a szezon végéhez közeledünk. És úgy vagyunk vele, hogy most a hétvégén akkor legyen meg, ugye nekem a My Team-em most lejárt. Az első szezonom. És akkor itt is még most lenyomjuk akkor Jeddát, ugye a Szaúd-arábiai nagydíjat, és holnap akkor valószínűleg jövünk majd az Abu Dhabival, és akkor ilyen téren ott is megvagyunk az első szezonunkkal. Hogy reméljük, hogy jól érzitek magatokat, hogy tetszenek ezek az adások, most azért bőven van Forma 1, nyilván majd lesz folytatva a FIFA is, karrier módja annak is, de most úgy vagyunk vele, hogy eléggé pörög a esemény a Forma 1 körül, és úgy van, akkor ezt a részét is. Én közben ráírok Ákosra. WhatsApp. Köszi kis Pataki, meg vagyok egyébként. Ja, lobby vagy? Miért nem jelzi a kötszal? Szürkének jelez. Jaj, látom a képet. Most már zöld vagy. Halló, halló, halló. Halló, halló, halló. Halló. Miért nem tudok én belépni a... játék? Unable to verify file integrity. Várja. Ja. My team-es dolgokat kiszedted? Szerintem igen, az lesz a baj. Nem jót másoltam vissza. Szevasz kis Lóis, szia Tél, köszönjük szépen, köszönjük szépen. Milyen aival mentél amúgy itt? Mindjárt mondom neked. Hát akkor nem tudom, nézni még egy 95 körül. Még ezen a pályán idén nem is versenyeztem. Csak időmérőt mentem. Hol lehet olcsó megvenni az F1 2021-et? Hát... beírod a Google-ba, hogy F1 2021 Cheap Key.
Meg kéne a Steam key, és akkor utána az All Key Shopot feldobja első oldalnak. Az csak a legolcsóbb oldalt a legdrágábbig fel fogja neked listázni, és akkor... Ezért nem mondom, hogy a legolcsóban vednek, de én azt mondom, keresni kell ilyen Instant Gaming, CD Keys, HRK, ezekben, ami azt mondom, megbízható nevek. Jaj. Érdemes venni. Ez a három, ami azt mondom, okés. No. Kérem szépen, így van a jelenlegi állásunk. Ákos ugye most már világbajnok. 349 ponttal vezet. Mögötte Lewis Hamilton 292, Bottas 250, Verstappen a negyedik. Én vagyok az ötödik, még akár esetleg, ha így bénázgat Verstappen, akkor akár Ausztráliából eléggé elbénázta Verstappen a dolgokat. Akkor még esetleg őt is el tudnám kapni, de nyilván az ő teljesítményének is úgy kell lennie. Perez a hatodik, Norris 7, Sainz 8, Ricardo 9, Vettel 10. Mercedes elég szépen vezeti a konstruktőrt, második az Aston Martin, harmadik a Red Bull, negyedik a Ferrari, ötödik a McLaren, hatodik az Alfa Tauri, hetedik az Alpine, nyolcadik az Alfa Romeo, kilencedik a Williams, és tizedik a Haas. Rivalizálása pedig itt is Perez van, 6-4 arányban. Ez egy új pálya, ugye? Ijesztőnek tűnhet először. De nem rossz pálya szerintünk. CDK-je 8400 forint. Hát, annyit talán megér. Practice 3-on eső. Ez érdekes lehet amúgy. Ezt pályát még nem láttam esőben amúgy. Én sem nagyon. Setupra azért kíváncsi leszek. I've had a chat with the R&D team about the new car parts and we're happy that they've been integrated into the car, okay? With any luck, you'll be able to feel the improvement. So give them a try. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. De nem fordulunk. Hárda brutális. Nekem maga az autó is. Erre autó. Csak hozzá kell szokni, most nagyon.
approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Elég durva kapuk vannak. Igen, hát én falazom csak egy talak a puk-puk-puk-puk-puk. Mondom, mi a faszom van? Annyi kis izé van, hat szög van ott fent. Tele van kapuva ez a pálya. Ő is basztam. Hát itt arra kell figyelni mazzak, hogy ne törjük a verdát. Ez lesz majd nagyon nehéz. A pici kis kocs, aztán már jöhetünk ki szárnyat cserélni. Szevaszlosan, jó étvágyat! Jó, meglett a lila. Majd a cél egyenes előtti egyenesnél húzassál már meg egyet. Kíváncsiak, hogy mit tud menni az autó. Nem tudom, melyik most így az egyenes. De az első szektor, ez a második baszik, ez brutális itt az elején, tehát ezek jobb balos kanyarok, és akkor tartani az ívet. Nehéz. Hát neki küldnek rendesen. Great stuff. You pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Hát ezek a kapuk, ez brutális volt, baszki. Ugye most én kétszer mentem el, mert előbb elsőnek elnéztem egy kanyart. Ja. Ja, brutális. Igen, van verseny, meg kvalifikációs idő végig, akkor jó lesz. Legalább mind a három gumit kipróbáljuk. A Budabi az milyen volt? Volt egy-két helyen csúszkálás azért? Annyira nem. Én a izébe szenvedtem, meg még emlékszem a karrierben a utolsó előtti kanyar. Az jobbos. Csak utána tudod a cél egyenes ráfordító. Mindig az utolsó előtti ezzel a kanyarra szenvedtem, ja, hát meg az... szélesen veszi az ember, durva ott a rázókő, ott magas. És akkor ott meg lehet csúszni elég keményen. Szia, Phantom. Itt meg nagyon vigyázni kell a kijövetelni a boxnál. Ja, azt észrevettem. Hát itt a nagy sebességgel bejössz, oké, hogy így izé, de olyan, hogy neki pattansz a falnak, így megáll, és úgy megy tovább. És figyeljük meg, most figyeljétek meg, hogy most lesz szájntörésem. Hogy is van. Ez nagyon vigyázni kell.
Hát egy másfél percig most. Ilyen mű múlt. We've had to spend time repairing the damage to the car. Igen, csak arra a médiumra milyen lesz. Második leggyorsabb vagy 3.12-vel. Engedj el, öcsi. Médium a rosszabb a tapadás, mint hardom. Igen. Ja, van egy ilyen érzésem. Most így erről az új párra eszembe jutva. Milyen kurva jó bazzek, hogy ez a vietnámi szar kikerült. Hát... mi bazzeg? Az de szar volt az a pálya. Na volt szar pálya, szerintem az torony magasan vitte azt a címet. Egész jól vettem be ezt a kanyart. Standing by. Érdekes a pályám, nagyon érdekes. Amennyire fura, de amúgy az még így tök jó. Elkapod a ritusát, akkor jó. Szépen jó, akik számolni a kanyarokat, az kurva nagy tempót lehet vele menni. De jó hosszú bazzeg egy kör, másfél percek kör bazzeg, de mint az 5 perces körnek érezném. Hát az érzem valószínűleg soknak, mert ugye sokat megyek, csak ugye abból a 90%-a az majdnem padlógázon megy. Csak úgy mégis csak másfél percek kör. Azért nagy a táv, amit megyünk. Örökhöz mit szólsz, majd ellen akarsz pótolja az oroszt? Igen, nem olvastam. Ellen azt fogja pótolnia. Akkor megint az jön így vissza, beugrónak. Nem baj, az jó pálya az. Na csak akkor az már úgy lenne, hogy akkor már 22-es játékba behozhatnák. Nem lennék megsértődve. Elővehetnék a... leporolhatnák a szkennert a srácok, és akkor... kenneljék csak be szépen ezt a gyönyörű pályát. Kíváncsi lennék arra amúgy az, hogyan működik. Kurára megnézném amúgy az ilyeneket.
okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. És tök jó, tök hülye helyre van berakva a speed trap. Azért a célegyenségre valahol az emberek úgy nagy sebességet tudni, mint a érdekes helyre. És a pár kör után aztán egész jól hozzászoktam az autóhoz. Nem tűnik rossznak. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. Hát eskü, hogy ez a pálya vetekszik a első helyjel a kedvencek listáján. Ja, ennyire tetszik? Mhm. Jó ritmusa van. Fölveszi a kesztyűt Kanadával. Nekem is ez egy kedvenc lett eddig így. Nem hittem volna egyébként, jobban féltem tőle, mondom. Na, mondom, az lehet ugyanolyan lesz, mint egy vietnámi.
Hát nekem is tetszik, nekem azt mondom, egy ilyen top 3 vagy top 5-be fixen a körülben van. Én még amit néztetek, az a Baku. Az igaz, egy, azt nagyon szeretem. Nem, még úgy nem tudom mi. Hát Monaco. Nem rossz amúgy, de... Ja, nem a kedvenc. De ez így azt mondom, Bakuval az ott fixen a top 5-ben van. De úgy más felt, azt nem tudnék úgy mondani, ami nagyon. Szingapúr se rossz amúgy. Nagyjából ezekkel a pályákkal meg vagyok, ahol így faltól falig lehet menni. Nepal izé se volt rossz, az a Katar se volt rossz idén. Most se voltam ugye rossz pálya, amin mentek a srácok. Most se volt, az se tűnt úgy rossznak. Ott volt ugye a Fernando dobogó. Yeah. De az se voltam ugye rossz pálya. Nekem az is tetszett, hogy amúgy nem rosszak ezek a pályák. Aztán tehát milyen faszán megcsinálták, hát is jó, hát van pénz, ha megcsinálták ilyen gyorsan, de milyen gyorsan tényleg összebaszták, azt milyen faszak kis pályát, mert milyen jól nézett ki versenyen is. Tehát is fények, stb. Durva volt. Eddig ezen a pályán vagyok úgy először szerintem, hogy nem annyira érzem a három keverék között a különbséget. Hát, az a hard, az hard. Én nem tudom, én most mind a háromban én majdnem ugyanazt éreztem. Így egész jó volt. Nem lát meg, bassza meg. Na mindig majd a szeritájúrz. Tört a szárnyom közbe. Majd quick practice-zel lenyomjuk. Ez a hosszú bal kanyar az első DRS zóna után, ott kell jól elkapni még. Ja. Aha. Hát itt mindenhol azért figyelni kell, mert tényleg, hogyha az ember nagy tempót akar, akkor körülbelül tényleg úgy veszed be a kanyart épp, hogy a fal mellett vagy, és utána ott úgy jössz ki, hogy épp, hogy a fal mellett vagy, meg minden. És ha egyszer csak bebambulsz egy másodpercre, vagy valami, akkor egy kis kott, és abban a pillanatban már... Így van, hát ezt is este 11-kor kell játszanunk. Igen, és egyszerre remek Jeff, hogy front wing damage front, és akkor kezd itt már remegni. Minden baja van. Vagy ja. Nehéz lesz, nagyon nehéz lesz. Ennyi körték kibírni majd tényleg izékor. Mennyi lehet most az idő? 11 órakor, éjfélkor.
Már úgyis rég piszkáltuk lason. Mit vacsiztál vagy vacsizol? Tegnap egy idei néztelet titeket. Valahogy sose áll össze ez a játék, ez az Ark. Meg jó lenne nyomatni, nem azt mondom, de... Én lassan mindig az a játékka baszogatom. Nálam nem tudom, az a játék az... Az nagyon kemény szinteket üt meg a LOL-lal együtt. Mindig cseszegetem azzal a játékkal. De hogy jó, ugye elnézegetni, tehát nézegetni, úgy azt mondom, hogy még elnézegetni az ember, de én játszani már valahogy, nem tudom. Én egyszer volt a losodra ránéztem. Már itt a szobámban nézelődtem valami szúró szerszám után, hogy kiszúrjam a szemem. Én nekem nem, nagyon távol áll tőlem az. Én nem is tudom, hogy itt tényleg milyen, de... Hát... Nem is szeretném. De most, amikor tényleg látom, hogy több ezer órája van benne, hogy nem tudom, brutális tőle. Meg láttam múltkor is róla, nem tudom, valami cikket, nem tudom, hogy kinek mennyi órája van benne, és brutális. Elképesztő. Hát, ha. Tudod, valakinek az ilyen MMO-k jönnek be aztán. Jövőre azért a Ferkának a durability-ét ezért éppen fel kell tuningolnom. Hát én akkor mit mondjak? Eléggé. Maga. Ó. Utolsó előtti helyen kullog a csapat. Meg kérdezzek, hogyha a... És német úriember visszamul. Ki jön ide? Lesznek itt még érdekes dolgok. Melyik kivonul vissza? Rijkenen? Rijkenen Vettel? Ja, Alonso az nem. Ötödik csodálkozom, mert nálam ő vonult vissza a karrierben. Te nálad nem is vonult vissza senki? My teambe? Rijkenen. Aha. Rijkenen, aha. Nálam Alonso vonult vissza. De Vettel van még, meg Alonso Hamilton is. Nálam csak Alonso vonult vissza. Megnéztem, hogy milyen... pilóta mozgás történt, ezt elfelejtettük megnézni, de nem lövöm le a tízőles poént. Nem kell olyan nagy dolgokra gondolni, de... Na, érdekes, nem is tudom. Érdekes. Nálam egy-kettő mozgás volt. Én azzal indítottam be a lavinát, ha leigazoltam Strollt. Akkor ugye az asztomba maradt egy szabad ülés. Azzal lendülettel feljebb lépett Russell, és illott meg, akkor beült a Russell helyre a Williamsbe. Meg Giovinazzi ment a Williamsbe, azt hiszem, valami ilyeső volt. Na, valahogy így mozogtak. 2,4 körös benzin, na, ez vagyok én. Ezt le is toljuk, akkor megnézzük. Rosszat indítottam. Újraindítom a SimHub-ot. Ehelyett elindítottam a Discordot. Igen, már az is kék, fehér, ez azért...
Chase tök szar, most egy világosan, bazd, aztán semmi köze nem lesz a versenynek ehhez. Igen, azt olvastam én is, hogy Giovinazzi jöhet Mazepin helyére, ahogy alakul. Abramovic leadta a stafétabotot valami alapítványnak, vagy hova. Úgy nem is baj egyébként, pont most egy kicsit kikacsingatva a dolgokra, hogy nem kodozunk. Ha nagyon benne lennénk, én akkor is abba hagynám, megmondom őszintén. Tehát ez a szolidaritás, vagy én is tudom, minek mondják ezt. Tehát így, hogy háború van itt a közelben, valahogy nem tudnék úgy játszani, így lövöldözős játékkal. Tudom, hogy játék, meg minden, csak valahogy akkor is nekem van. Képzelj bele, mennyi nyomorék lehet abban a játékban, mint annó, amikor bejött a vírus, meg minden is, a COVID-19-es klántegekkel, most meg tele lehet ilyen ukrán, meg orosz zászlós úri emberekkel, meg csodálatos kiírásokkal, milyen jó lehet az a játék, és akkor majd megnézed, hogy kilőtt le, és akkor nem tudom, mi van neki kiírva, és akkor biztos boldog lesz tőle az ember. Igen. Már ilyen undorító patkányok vannak. Hát főleg ilyen játékokban tényleg ugye a Coach Ego, meg ezekben tényleg ott ilyen mindig is lesznek ilyen emberek. Ő is mindenhol. Van DC-szeró egyébként, csak nem használjuk. Már Steam beszélgetési hívők lettünk. Igen. Ja, mondom, mi történt, aztán látom, nem te egy időt. Én ment egy időt, aztán már azonnal visszavonultam. Science-ot felett tartva, amúgy azért ilyen gyenge a körideje. Szegény Bottas, amit a autóm itt lassított le, úgy eremegett mellette. Ürángatta a kormányt, szegényem.
reménykedjünk benne. Annak elégnek kell legyen. Ja. Bőven. Hát mentél egy időt. Nem volt rossz, ja. Mi most bekezdtem így. Az elején. De azért látom, hogy szoros azért ott vannak a többiek is. Így gyors, laza is. Jó lesz, hogy szoros lesz ez az időmérő. Valószínűleg megpróbálom a médiumot, de inkább hagyom. Jó lesz a soft. Nagyjából minden alkatrészem szerencsére 6-7 százalékos. Ja, hát akkor kontra... azért vagy te ilyen jó gyors. Kontra elektronika 35. És a váltó még a 30-as. Hobbi ez így nagyjából minden 5-6 százalék. Még szerintem a ez a motor még ugye akkor még jó lesz a Budabira is, aztán akkor így ennyi volt. Erre a futamra fixen akartam hagyni egy jó százalékos motort. Less than a lap of fuel now, the tank is empty.
Ez a Gasly, ez nagyon imádom. Megint az, az van, mint Hamiltonnal. Igazad, de futamon. És nem megy el mellettem. Szia, Vlad. Az a baj a Discordhoz... Nincs most úgy belépő, vagy hát nem is az, hogy nincs belépő, csak... Az frissíteni kéne a botot, vagy mit tudom én, tehát... Szóval a Discordon is jelez egyébként a bot, hogy egy stream van. Majd lehet megfrissítem, és akkor lehet csatlakozni. Vagy hát nem tudom, hogy működik-e. Mindjárt megnézzük. Ricardónak van grid penalty, azt már most látom. Hamilton ezek találított médiummal. Sainzot kiesett, halott 13. hely. Médiummal. Istenem. Gratulálok neki. Ricardonak ott az öt rajt helye. Hamilton lesz médium a top 10-be, aki azzal indul. Hát kíváncsi leszek rá. Everyone clear? Car to track. Szia, Ricsi. Egyszer amúgy ma azon gondolkodtam, hogy ha megnyomjuk a start gombot, akkor az AI veszi át az irányítást. És az veszi át, igen. Akkor mi lenne az, hogyha elküldenénk az AI-t egy gyors körre? Ezen gondolkoztam, tegnap is olyan, ezt egyszer ki kéne próbálni, mit megy az AI. Kiesel úgy, mint Sainz? Hát az biztos, még a Q3-ba is kiesek. Ezek kíváncsiak, akkor 100%-os tempót megy. Nézzük.
less than a lap of fuel now. The tank is empty. Norris kapott öt Ferrari fejet, ugye? Ricardo. Ricardo? Mhm. Ricsike. Jövele szerintem úgy úgy csak elszámolni. Nem sok van, nyomjuk ezt az új pályát, Jeddát. Nem látom most a végső versenyet Verstappen miatt. 3.14, kíváncsi vagyok, hogy meg kell menni. Nekem is. 3.15. Na, akkor te vagy az első. Hát csak egy picit is javít teszem, hogy bőven előre tudna ugrani, akár végül a második helyre is, ha egy nagyot betalálnál azzal. Egy picit is javít teszem, akkor is adó tudnál előre lépni sokat. Ugye. Checks complete. We're ready. Jó, Bartali. Two laps of fuel left.
Hát egy minimálisat tudok javítani, de hát ez semmi sajnos. Hát én nem tudtam sajnos. Az első szektor az, az a kritikus nálam sajnos. Nálam a panel meg pont az most a legjobb. Az megy rohadt jól. Mind a kettőben ott elcsíptem azt a kurva jó ívet. Innen kikapok Pereztől, akkor én tényleg visszamondolok. 16-5-re vezetek. Az a veszély szerintem nem fenyeget. Nagyon remélem. Arany gósót ittam, de már elfogyott. Fekete-fehér. Variáns. Hát én 6. 7-6-ra vittek. Na, se rossz. Hát akkor nyomni kell. 25 körös a vers. Az egy talán is annyira vészes. So here we are then, welcoming you today to one of the jewels of the Arab world, Jeddah. One of the biggest cities in Saudi Arabia, second only to Riyadh, gateway to Mecca, and one of the biggest ports in the region. And now, an interesting circuit this one, the newest on the Formula One calendar. And like most street circuits, it's sure to present the drivers an interesting technical challenge. Szaloptörés is minden ilyenek számít. Az igen. Számadással néz ki. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. And it's fantastic to have you with us here today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? But from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Ali lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Verstappen, Sergio Perez, and Norris, Midas, Vettel, Fernando Alonso, and Kimi Raikkonen. Russell, Sainz, they'll be starting further Schumacher, back after an earlier grid penalty. Micsoda a helyek? Pont múltkor mondtam neked, hogy egy fix dolog van, hogy a 2019-20.
And with preparations almost complete, let's head down to the track. Hát ez szép egy kiállás. Én meg is vagyok. Én is. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to medium on one tail. Like, load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Eszméletlen jól néz ki így a Verda. A fények mellett. Egyedül Hamilton van medium. Azok mindenki soft. Hát valószínűleg mindenki így a soft medium vagy soft hardos taktikál lesz. No threat of rain for the time being. Conditions looking good. Itt most az lesz nehéz, 25 kört kibírjuk, úgyhogy nem kocsoljuk a falat. Ezek az egyenesekben jó lesz a előzgetése. Ja. Hát hajrá. Hát hajrá. Oda kell figyelnünk itt most nagyon. Hát így 3-4-12-kor ez fixen menni fog. Igen, jól hangzik nagyon. Egyszer-kétszer éreztem ide, még szabad edzésen, akkor ott éreztem, hogy volt egy kis figyelmetlenség. Ott éreztem, de hát csak nem lesz most a verseny alatt. De hát ezt kibírjuk törés nélkül, az nagyon, nagyon kemény lenne. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Vettelet kilőtt. Hát én is kilőttem, bazd meg. Végre egy normális rajtam volt. Olyan volt a hátsó tapadásom, bazd meg, és a pörgött rá, hogy a vertelmeny. Igen, még soha nem is volt. Igen, jó rajt. Raikkonen a 9. az hogy? Az öreg. Jó, jól néz ki a pálya, tetszik így. Nem jöttem média, hanem a lassú. Ja, látszom, hogy.
Vehicle condition. Tire condition is still looking good. Mi lesz itt DRS-kor? Igen, akkor fog majd még beindulni a sztori. Én most tudjam az overtake-et, a Bottas lerázzam. Egy másodpercen kívülre. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. A Norris nevető harmadikként. Szerintem ezek a negyedik lesz. A negyedik. És a ötödik. Hát itt mindenki arcol, Bottas is felszak benne. Hát ez így megy baszki. Jó, hogy nem strikten nyomjuk ezt a játékot. Van egy pár büntetés. Jó, így. Hihetlen a szemem elkezdett jelezni, hogy nem valami fasza az történet. Még mennyi kör van hátra? Bassza meg. Ezt fejletlen úgy, hogy milyen tempós ez a pálya. Green flag. Ejj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 j
Lehet Giovinazzi, az alfák eléggé füstölnek mostanában. És ezt is jön be soha. Csak akkor, hogyha törünk.
Check your MFD for a new strategy option. Okay, copy that. Tudod mit, a jó kurva anyádat. Hát ha ilyen ostoba vagy, bazd meg, akkor meg is érdemel. Remélem a fókuszod lemegy vagy mínusz 60-ra. De szórakozzunk már, bazd meg. Beleküldött a falba. Hát mögöttem jött, ez persze, hogy neki mentem a falnak. Előtte vagyok, bazd meg, azt akkor ő izél. Le akarja tenni a hardot. De jó lesz neki a médium. Az biztos a következő szezonban ezeket az esti futamokat el fogjuk felejteni egyébként. Hát igen, ez így nagyon késői. Csodálkoztam is, hogy tegek kifejlődni ilyen későn. Hát mondom már, hogy legyen már túl ez a kurva szezonon. Ha is jön, remélem. Azért. Hát hogy csak egy pilóta jön ki, hogy a kettőt nem tud leülni a játék. Ajaj!
Így engedett ki Alda játék. Hát akkor lesz egy jó versenyünk, ahogy érzem. Ki a friss médium, és jövünk ki szárnyat cserélni. Lesz ez egy jó versenyünk. Így engedett ki a játék. Akkor engedett ki, amikor már kb. Kanyarodni kellett volna. Lol. Hát gyorsan előz meg. Szép lenne. Nem baj, akkor lesz egy szoros versenyünk. New strategy on the MFD, ez az. És medium, így van, pont ezt szeretném én is. Hamilton is elvileg ki fog jönni. Ja, hát is utolsó lesz, aki a száncsere miatt. Hát kíváncsi csak az, hogy mit fog leművelni csaták közben, mert én nem tudom. De akkor azt tudod, hogy azért féljek. Hát... Lehet, hogy valamilyen szinten ráhúztam, de... Akkor is... Írja bele a szabályába, a szkriptjébe. Hogyha nincs úgy annyira előrébb az autó, akkor ismerje meg a fake gombot is, fake pedált. Nem pedig végig ott hagyom a első kereket a hátsó kerekénél a másiknak. Most lesz a célegyenes, ugye? Ja. Szia, Doom. Remélem nem fog ilyen szarok jönni, Hamilton is gondolom jön be, vagy? Nem. Ő megy, de milyen geci volt az, hogy pont úgy izé kacskaringoldott, mint hogy bejönne, de mégsem, és akkor... Milyen geci volt a kacskaringoldása. Fettelem amúgy volt kint, nézed meg, kik nem voltak kint. Hát most így hirtelennyébe. Mellé meg tudod nézni, hogy nem tudom, ott a huddal, vagy a izével. Itt szofaj azonos neked, akkor nincsen. Nem. Azt mondja, hogy... Hamilton nem volt, Gasly nem volt, Tsunoda nem volt, Ocon nem volt, Giovinazzi nem volt, Russell nem volt. Vetteled volt. Ajánlom is. Medium? Vagy hard? Nem, hardon van. Édes Istenem. Hamilton van medium-on. Gasly Tsunoda soft. Ocon Giovinazzi soft. Russell soft. Vagy egyedül medium-on, mindenki más hard. Hát megnézzük, mit tudunk alkotni. Science-nak büntetése van. Hát igen. Nem is tudom miért. Úristen, fiel ezt a vonatot. Úgy át fogsz rajtuk menni, mint Kés a vajon.
Az AI hozta a formáját. Hát ott nem tudtam volna betenni. Doom. Science egyszerűen nem ismerte a féket. Nehéz lesz itt előzni, bazd meg. Tíz másodperces bünti bezzeg. Azért az kemény. Neked? Nem, a Science-nak. Jaj, mutatja neked? A 10 másodperc. Meg is érdemli. Kár, hogy nem esett ki. Nagyon nagy mázlia van, hogy nincs az az opció a játékban, hogy nem lehet javasolni egy másodpilótának ki jöjjön mellé. Biztos, hogy Science-ot kirúgatnám. Hát csak besorolom, de besatozik előttem. Az igen, Ricardo, az nagyon komoly lett volna ott. Ez a remegés, és köszönöm, hogy beszarok. Nagyon tetszik ez a játéknak, ez a beremegése. Jó kigyorsítás kéne, és nyomni, bazeg, nyomni. Itt az a Ricardo lesz belül. De most meg én. Jó, elfér mögöttem. Hogy itt van DRS, ilyen izén, kis helyiségen. Adta könnyen Science. Igen. Nem volt rossz kis csata. Öreg azért, figyeljé. Ujjjj, megcsúszott adottunk a Verda.
Most legalább nem mondhatod azt, hogy bebóbiskolsz. Az biztos. Nem értem a boxban. Az Andretti-t mondod, Doom? Igen, azt olvastam, hogy az Andretti, vagy az Isten akar csatlakozni. Új csapatként. Vagy kiderül. Hát ez más, ez az Andretti-nek van neve, én úgy tudom.
Hát jó volt Verstappent a visszabújt külsőn, erre nem számítottam. Ez tetszett. Azt hittem, hogy az már verve lesz. Most kell egy challenge, megint törd össze a szárnyadat. Az igaz a veremegés, de megijesztett. Ricardo nagyon támadja a Fetteledet. 10.-9. hely. Igen, meg most már Bottas kezd támadni újra. Nyílik is a DRS. Ez az itt ennyire besatozik.
megy az adok-kapok. Igen. Nagyon közel autózok a falhoz, félek tőle. Probléma van előleg a motorra, most mondja Jeff. Ne fogok füstölni egy ilyen csuta közben. Átrúgom a monitort. Hát bebassza egy két körrel a vége előtt. A motorra van probléma, igen. És fix, nagyon jó. A végére jobb neki a hard, mint nekem a médium. Lecsúsztam egy kicsit. Éles lett. Ajjajjajjajjajjajj. Úristen, bassz meg! Hát ez... Oros csata volt. Nem volt James.
Azt a kurva. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Egyáltalán tudtam ezt szakadni tőle. Meg hát ugye ő is tudott tőlem, mert ugye tényleg a DRS az mindig segített ugye közel maradni. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Aston Martin's performance today has shown that they can be competitive with the biggest names in the sport. They're making their way out to the podium now as we speak. Ez a fire szöveg brutális. Ezt méletlenek ezek a gyors kanyarok benne. Így 10 szekkel, bazd meg, még kedvék lett ez a majom. Tényleg, így Fettelem elébe az beért, most nézem. Mennyi, hát nézzem. Azért kapott, jó van, persze. Azért kapott 10 másodpercet, mert kinyújtotta a pályát. Nem is azért, hát mert velem baszakodott. Nem is azért, mert veled baszakodott jelje. Az igen. Hát itt sajnos akkor nem lesz meg így a negyedik helyed. Hát... matematikailag akkor 1-2 már fixen megvan, így a harmadik helye. Jó kérdés. Ja. Ez a többi az úgy, mert... a Red Bull most már nekünk is talán meg lesz. Van 29 pont különbség. Jó lenne egy kis pontot hozni, ezt akkor az meg lehetne. A great day out there today. Let's talk about what happened. Great day today. It looks like your rival is schooling you a bit. It must be crushing when something goes wrong that's entirely out of your control. Gondolom már jönnek a kérdések, hogy hogy állsz Perezzel, meg stb. Mi a fasz van? Akkor egyszerre mindig izének, szétszednek. Appreciate your time. Melyik részén törted össze, vagy melyik része volt az? A második DRS-nél. Aha. És ott belefordítottak? Hogyan? Mondom, lezárom a izét előtte. Mindig jobbról támad. És még egy kicsit a... egyik kereke szerintem ott volt. Ezt akkor kifordított jobbra neki a falnak. Na, akkor elment mellettem, azt mondja, fordult volna balra, akkor BOOM! Tehát ezek szerint ő neki valami páncélautója vagy ilyen. Hát ez így most egy kemény futam volt. Teszek már a... izére valamilyen jobb alkatrészt szabredzésre. De kellett azért ez a jó motor. Thank you.
Olyanról Bill Time-ot egyessel meg kettese fogja felvinni a... Hát az Aston Martin. Nagyon, nagyon pörgésen. A Bill Time-ot. Ja, ott most legalább. Majd kettő rublika lesz, nem csak egy. Csak a durability-m ugye full kettő rublika. Többiben meg csak egyetlen egy dupla rublika van, az a quality control. Ja. Igen, akkor ott egy picit fejleszt a csapat végre. Látom, hogy a többiek sem fejlesznek, ami az autójukra. Szerintem ők is azért így akkor a kollégában játék is foglalkozik valamennyit ezzel a szarral. A Merci fejlesztett előbb, meg egy kisebb csatok, de amúgy a játék is foglalkozik vele, gondolom, akkor. Játék? Got a lot of cash sitting around doing nothing. We should start. Na gyerekek, hát ez most sajnos ez így alakult. Ez körül játszott itt az is azért, hogy csak későn kezdtük el. Az valószínűleg a második szezon nem lesz így, hogy ugye alakul, akkor egy nappal eltoljuk. Meg szerintem most ilyen dupla futamokat se fogunk csinálgatni. Ját, az sok nagyon. Én azt mondom, hogy őszintén majd egy kicsit most elegizeljük. Kicsit szünetre kell vonulni. Így van. Aztán én azt mondom, nyomassad a MyTeam-et, hogy haladjál vele előre, ne az le, hogy most így itt, hogy monoton mindig ugyanaz a futam jön, és akkor egymásnál egy futam kétszer lesz. Hanem én azt mondom, egy olyan, minimum egy olyan 5-6 futamos előnyednek kéne lennie. Vagy úgy. Akkor fasz, és akkor úgy, akkor lehet nyomatni utána, hogy szerintem 5-6 futamig menjen nyugodtan annál tovább, és azt akkor utána majd maximum folytatjuk tovább ezt. Nem hajt minket a tatár, mert még amire kijön az új játék, az van idő. Van idő. Jó, gyerekek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen a követéseket, meg hogy ennyien itt voltatok. Találkozunk még vasárnap, valószínűleg akkor délután, tehát békésebb időben. Szerintem egy ilyen tehát egy 3-4-5 között valahogy majd így még meglátjuk, hogy hogy próbáljuk összehozni akkor ezt a szezonzáró a budabi nagy díjat. Jó. Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!